jó estét kívánok! Köszöntöm a Tóth TV Napvilág című műsorának valamennyi nézőjét. Kérem, tekintsék meg mai hírösszefoglalónk főbb eseményeit röviden. Napernyős part, hűtött sétány Velencén. Aláírások a rapsicok ellen Agárdon. Kihajtás napja Dinnyésen. Fogyatékkal élők a termálban Velencén. Megszépült iskola Agárdon. Gólok gömbbel, tojással. Napernyős, homokos, tengerpart jellegű lidó, fedett, hűtött-fűtött sétány. Többek között ez is jellemzi majd a Velencei tó kapuját. Újabb, nem mindennapi beruházásra készül Velence városa. Amint egy 2,3 milliárd forintos költségvetésű Velencei tó kapuja elnevezésű terv, ha megvalósul, megváltoztatja a város sokat látogatott részének arculatát. A pályázat benyújtása előtt tartott testületi ülésen kaphattak végső tájékoztatást a képviselők és az érdeklődők. Barna Lázár Andrásnak, a pályázatíró cég képviselőjének vetítéssel egybekötött előadásából kiderült, hogy a beruházás költségeinek nagy részét a város pályázati támogatásból reméli, míg a közel 700 millió forintos önrészt a korábban kibocsátott kötvényből fedezik majd. A megvalósuló létesítmény teljes egészében Velence városáé lesz, míg az üzemeltetésre közbeszerzéses pályázatot írnak ki. A gazdaságossági számítások szerint a legrosszabb változat alapján is az átadást követő 7. év után a bevételek meghaladják a pályázati önrész visszafizetéséből adódó terheket, míg újabb 6 év múlva a Velencei tó kapuja nyereséget termel a városnak. A létesítményben lesz fedett üzletsor, sétány, közösségi épület, ez utóbbiban kap majd helyet a díszterem, ami a házasságkötések helyszíne is lesz. A tóparton korzózni vágyók az ezüst parkolótól egy új, a megújuló kikötőn átívelő hídon egészen a hamarosan nyíló termálfürdőig sétálhatnak. A parton lesznek sportpályák, szökőkút, rendezvénytér, park, díszburkolat és térvilágítás. Az üzletsor alsó szintjén az idegenforgalmat szolgáló üzletek mellett éttermek, kávézók, míg felette sétány lesz. A Lidó strandja továbbra is ingyenes marad mindenki számára. A látványos tájékoztatót követően a testületi ülés résztvevői 2 tartózkodással és 9 igen szavazattal zöld utat adtak a pályázat beadásához. Sok kárt okoznak a rapsicok, az engedély nélkül halászok. Az ellenük történő hatékony fellépésről egyeztek meg a rendőrök és a horgászok a MOHOSZ velencei tavi kirendeltségén. Ki kell szűrni a tisztességes horgászok közül a rapsicokat, mindazokat, akik engedély nélkül a szabályokat semmibe véve próbálnak halat fogni a velencei tavon. Ennek érdekében a korábban is jól működő közös ellenlépések folytatásáról egyezett meg a Fejér megyei rendőrfőkapitányság és a Magyar Országos Horgászszövetség. A gárdonyi vízirendőrök a horgászszövetség munkatársaival rendszeresen tartanak ellenőrző akciókat a tavon. Ezekre évente 5-10 alkalommal kerül sor, mondta el dr. Sági János, a gárdonyi rendőrkapitányság vezetője. 2007-ben 6 alkalommal ellenőriztek közösen, és 17 szabálysértő ellen indítottak eljárást. 2008 évben, eddig az első negyed évben 3 közös akciót tartottunk, amelynek az első akciója volt a legeredményesebb. Február 19-én a hajnali órákban orvhalászt értektetten a Horgászszövetség munkatársai, valamint a rendőrség kollégáim, munkatársaim. Az eljárást a gárdonyi rendőrkapitányság lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatja le. Megközelítőleg ez 180 kg volt az eltulajdonítani szándékozott hal mennyisége. A halászállóval dolgozó rapsic, ha el nem fogják, komoly anyagi kárt okozott volna a horgász társadalomnak. Gárdon rendőrkapitánya szerint a következő években fokozottabban kell ellenőrizniük, hiszen a tendencia azt mutatja, emelkedni fog az engedély nélküli halászatok száma. Ez indokolta a mostani együttműködési szerződés aláírását is a rendőrök és a horgászok között. A MOHOSZ elnöke Szalai Ferenc állítja, a horgászok döntő többsége szabály és törvénytisztelő ember. Mi, akik a horgászatnak a társadalmi presztízsét is szeretnénk növelni, emelni,
ki kell, hogy szűrjük magunk közül azokat, akik szabálytalanul, nem tisztességes eszközökkel, törvényellenesen próbálnak halat fogni. A két szervezet közötti megállapodást Simon László rendőrezredes, Fejér megye rendőrfőkapitánya és Szalai Ferenc a MOHOSZ elnöke látta el kézjegyével. A kihajtás napja. Sokféle értelmet nyerhet a három szó. Jelentheti például a tavaszi rügyfakadást. A dinnyési hagyományőrzők a Szentgyörgy napi állatkihajtás okán adták immár hagyományos rendezvényüknek ezt a nevet. Őshonos fajta a nagyszarvú szürke, vagy más néven ezüstmarha. Egy időben rengeteg volt Magyarországon, majd a különféle gazdálkodási irányzatoknak köszönhetően jószerével szinte teljesen eltűntek-e szép állatok a hazai gazdaságokból. Az utóbbi 100 évben már csak néhány helyen tartottak ilyen állatot. A Velencei tó térségében csak egyetlen kisebb gulya állítható ki belőlük, mégpedig dinnyésen. A szürke marhák legelőre kihajtásának napja ünnepnap lett a tóparti településen. Sokan figyelték, kísérték a gulya mozgását és hallgatták a dinnyési fertőn Fenyvesi László természetvédelmi őr előadását a pásztorkodás és természetvédelem kapcsolatáról, madarakról, gyógynövényekről. A kihajtás napja, amelyet a Kárpáti Gábor Csaba elnök vezette, Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány rendezett több más alapítvány és egyesület segítségével a dinnyési templomkertben, további számtalan érdekes programmal is szolgált a szép számú érdeklődőnek. Láthatták az érdeklődők a rackanyáját és megtekinthették a juhászversenyt, ami egyúttal a birkanyírás rejtelmeibe is betekintést nyújtott számukra. Az állatok Szentgyörgy napi kihajtása a dinnyési fertőre ünnepi alkalom volt a hagyományőrzők számára. Olyan nap, amikor megmutathatták az őshonos állatokat, ahogy a tartásukkal kapcsolatos ősi szakmák is bemutatkozhattak a közönségnek. Én ugye így szoktuk kötélni, így ezt belefogom, föl van kötve, és akkor így meghúzkodom végig, akkor a másik oldalról is, hogy ugye ezt a részét is kihúzza. A dinnyési egésznapos eseményen fellépett a dinnyési Iglice népdalkör, a Kacagány Citera zenekar és a Szabadegyházi Gerlice zenekar, a Bábolnai Cseperedők néptánc csoportja és Cserta Balázs. A program kibővült a pásztor élet tárgyaiból rendezett kiállítással, népművészeti játszóházzal és vásárral, népi sportjátékokkal. A velencei termálfürdő építetőinek nem mindegy, hogy az egyes fogyatékkal élők tudják-e majd használni a hamarosan elkészülő létesítményt. Az érintettek mondtak véleményt az épülő fürdőről. Az Esélyek háza szervezésében tett látogatást a velencei Resort & Spa elnevezésű termálfürdő és szálloda épületegyüttesnél több fogyatékkal élő ember. A látogatás célja volt, hogy a két-két hallás, látás és mozgássérült, valamint a két értelmi fogyatékos ember elmondhassa, számukra megfelelően biztonságos és használható-e a most épülő létesítmény. A szakmai bejáráson Szabó Gábor turisztikai vezető és a szálloda igazgatója Jakab Gábor hallgatta meg a véleményeket, javaslatokat. Ahogy Szabó Gábor a Napvilágnak elmondta, az építkezés most jutott olyan stádiumba, amikor már érdemes kipróbálni az akadálymentesített épület használhatóságát, észrevételezni az esetleges hiányosságokat. A javasolt változtatásokat most még időben javítani, módosítani tudják. A tervek szerint a használatba vétel előtt még egyszer ellátogatnak a létesítménybe a fogyatékkal élő emberek, hogy kipróbálhassák a javaslataik alapján véghez vitt változtatásokat is. Maguk vették a festékeket, segédanyagokat, ráadásul még több 10 000 forintnyi munkát is elvégeztek az Agárdi Csernel István Általános Iskola és Gimnázium hétvégi vendégei. Az egyik nemzetközileg közismert számítástechnikai cég Agárdon tartotta csapatépítő tréningét, aminek keretében társadalmi munkát vállaltak és végeztek a résztvevők az Agárdi iskolában.
A fiatalokból álló 30 fős csapat saját költségén vásárolt festékekkel, segédanyagokkal újította fel a labdafogóhálót, de kimeszelték a pincét, újra festették az utcai kerítést, a sportpálya kapufáit, vörös salakot hordtak a pályára, és ha kellett, még ástak is. A cég képviselője, a program szervezője, Alexi Cecília szerint a vállalat történetében ez volt a legnagyobb létszámú kreatív tevékenységgel egybekötött csapatépítő tréning, amelyet aktívan segített az iskola két pedagógusa, munkatársa, Bodor Zoltán és Szőcs Levente is. A tervek szerint az iskola és a vállalat között megmarad a most kialakult kapcsolat, és várhatóan újabb csoport érkezik majd segíteni, tájékoztatta a Napvilágot a szervező pedagógus Pap Zsuzsa. Nagy gólarányú győzelmek, fájó vereségek, labdarúgás és rögbi következik Bodri Évával. Jó estét kívánok, köszöntöm a Sportnapló nézőit. Az olykor viharos, olykor napsütéses hétvége három vereséget és két győzelmet hozott a tókörnyéki labdarúgó csapatoknak. A megyei első osztályban játszó Velence Szabadegyházán lépett pályára. A 0-0-ás félidei eredményt követően a hazai csapat az utolsó 10 percben átvette a vezetést, és a mérkőzés végeredménye így 3-2 lett Szabadegyháza javára. Velence az erőteljesen csökkenő előnye ellenére továbbra is az első helyen áll a bajnoki tabellán 52 ponttal. A szintén első osztályú Kápolnásnyék már csak 2 ponttal van lemaradva az első helyezettől. Az együttes a Bakoncsernyét fogadta a gólzáporos szombati mérkőzésen. Egyik gól követte a másikat, míg a 90. perc végére 6-1-es győzelmet és 3 bajnoki pontot könyvelhetett el magának a hazai pályán játszó nyéki együttes. A forduló végén 16 győzelmével és 50 pontjával megerősítette helyét a tabella második helyén. A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság harmadik helyén álló Pettent, a Busztavámot fogadta a bajnokság 22. fordulójában. A hazai csapat 2-0-ás győzelmével és 42 pontjával továbbra is a harmadik helyen áll. A hazai pályán játszó, szintén másodosztályú Dinnyés Sörédet fogadta, de az otthon melegesen hozta meg a dinnyésiek sikerét, hiszen a vendégeknek sikerült egyenlíteniük és végül nyerniük. A végeredmény Dinnyés Söréd 1-2. A harmadosztályban játszó Gárdony 20. bajnoki fordulóját Soponyán játszotta. Már a félidőben vezetett a hazai együttes. A tóparti csapatnak nem sikerült az egyenlítés, és 4-2-re kikapott. A Gárdony 4 győzelmével és 10 vereségével a tabella 10. helyén áll 18 ponttal. A farkasok a cápák közé merészkedtek. A velencei kék cápák a gyöngyösi farkasokat fogadták a Kastélyparkban. A tavalyi bajnok velencei kék cápák az idei lista vezető gyöngyösi farkasokat látta vendégül a velencei Kastélyparkban. Az első félidő taktikus és látványos játéka meghozta a hazai előnyt, de a vendégek magukra találtak a második játékrészre. Az egyszerű és hatásos tolongásaiknak köszönhetően ponthelyzetbe kerültek, és 29-17-re legyőzték a cápákat. A velencei rögbi csapat jelenleg a tabella 5. helyén áll. Ugyancsak rögbi hír, a Diák Olimpia döntőjén Kecskeméten a Kápolnásnyéki Vörös Marti iskola 12 éves rögbisei második helyen végeztek. Sporthíreink végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! A Napvilág végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!